Sziasztok, üdvözlünk mindenkit, újra itt vagyunk a Rise RPG videó zsebkönyv sorozatának következő részével, amiben kivételesen nem a munkákat fogjuk nektek mutogatni, hanem elmegyünk egyhez bombálkodni. A graffitizésre van szó, és mielőtt beülünk a kocsiba, kezdjünk egy gyors bemutatkozással. Igen, Zsolt, ne menj el. Ezúttal nincs itt velünk Luke, de helyette újra itt van Ryan, meg én is. Hello. Úgyhogy csücs a kocsiba. Én vezetek? Jó. Vezethetsz, ha akarsz. Hát nekem így is mindegy. Na igen, tudnotok kell, hogy ugye a graffitizés, mint ahogy a való életben is, itt is illegális, tehát hogyha a rendőrök meglátják, hogy te telefirkálod az üzletek, vagy a házak, vagy akármi, hol át, akkor keményen büntetnek érte. Graffitizni 8-as szintől tudtok, csak úgy, hogyha megveszitek a boltban a graffitit, vagy valahonnan szereztek. Ugye a 41-es idejű fegyver az, ami nem még Ryan-nél van is. Aha, megvan. Király? Ugye, per graffiti parancs. Ilyenkor felugrik egy ablak, ahol tudjátok állítani a betűtípusokat. A webdings és a windings, vagy windings, az a ilyen különböző szimbólumokat tudtok fölpingálni. A többi az pedig ilyen alap betűtípusok. Nagyjából, akkor, hogyha a betűtípust kiválasztottátok, jöhet a méret. A méretnek 16 és 64 között kell, hogy legyen. Ugye a 64 a legnagyobb, amit tudtok irányítani. Szint is tudtok állítani. Van itt egy jó pár darab. Sötét sárga. Célkövérséget tudtok állítani, és utána, hogyha rámentek, hogy tovább, akkor be tudjátok írni egy kis szövegeteket, ami nekünk legyen az, hogy zsebkönyv. Szerintem tökéletes szöveg. Zsebkönyv graffiti. Hát nem. Nem? Nem ér? Hát nézd meg. Mit? Nem látom. Hát, ja. Ja, hát igen, a forgatás, tehát. Nem erre. Tehát miután ugye beírtátok a szöveget, akkor ezután már csak az van hátra, hogy jó helyre rakjátok a graffitiket. Ugye, mikor dodoltátok a falhoz, ez nagyon fontos, hogy a falon legyen rajta, tehát ne lógjon ki, ne álljon ferdén, mármint úgy, hogy így, ahogy most van. Ja. Hogy az egyik fele benne van, a másik fele meg kiáll, mint a fene. Hát, ja, de ez a fal miatt. Ó. Hát ez elég ferdem, jó? Ja? Hát, jó. Nem is látszik a fele. Ez a fal hibája. Mi? Igen, yeah, hogyha te ezt írok, hogyha? Ja, és amúgy... space nyomjátok, akkor tudtok mozogni a kamerát. Igen, igen. Mozgatni a kamerát. Hogyha nem tetszik a graffiti, amit éppen csináltatok, akkor az escape-el, tudjátok escape-elni a dolgot. Milyen ferdem? Nem tudom. De tudjátok a forgást is állítani. Meg a mozgását is. Már most jó. Nem. Csak tovább bentebb. Nem jó, hát olyan feltett minden a oldalról. Nem tudom melyikeket beállítani, de legyen ilyen feltett. Na, király, hogy csinálunk így videókat, hogy se tudod, hogy kell. Hát ez még így. Ja, megvan. Nem bőven grafikusztán. Ah, megvan, oké. Okay. Gyorsan ja? Megyünk a zsöli. Na, hihaj kér. Szétnézni. Na, hát bebudom szépen. Ah, lesz jól, rakom a földre. Jó lesz, hogy. Nem is kellem. Így mi? Érdekel. Ezen ne lebegjen. Hát, várjál, behugolt a map. Elvileg nem...
Nem, nem ezzel. Tudok, hogy fordítsd már meg, mert ez így fejjel lefele van. Na miért? Tényleg. Na jó, én nem értek ehhez. Mindegy, skipelsz ki. Ah, megvan. Na, király. Well. Kicsit feljebb emeljük. Nem, és akkor megkérdezi, hogy el akarom-e menteni? Hát, én el szeretném. Most a kocsival arrébb állunk, akkor... Mestermunka. Igen, még ez egy ilyen kis titkos dolog. Az egészben, hogyha HTML kódokat írtok a szöveghez, kockás zárójelbe, akkor olyan színű lesz a szövegetek már, mint az, ami éppen elé rakjátok a színkódot. Színkódokat a neten találtok. Ups. Állva. Jól írtam le a nevünket? Ne, nem egy. Köszönöm, hogy megnéztetek. Sziasztok. Hello.